Újra ellenőrzik, egyszerre hány ember tartózkodik a vásárcsarnok épületében. Ezt a korlátozást már tavasszal a koronavírus járvány első hullámánál is bevezették. Most a második hullám miatt ismét szükségessé vált a létszámkorlátozás. Így jelenleg egyszerre csak 300 fő tartózkodhat a piacon, beleértve persze az árusokat is. Én nagyon örülök annak, hogy vannak korlátok. Ezek a korlátokra azért van szükség, mert a COVID miatt. De azt látjuk, hogy ezeken majd változtatni kell idővel. Én megértem azt, hogy az embereknek sorba kell állni, 300 fő mehet be csak a vásárcsarnokban, kereskedővel együtt. Én nagyon bízok benne, hogy ez változni fog, úgyhogy 300 fő vásárló mehet be a kereskedőkön kívül, és ez máshol is ugyanez fog lenni. Balla Jenő hozzátette, ahogy a vásárcsarnoknál, úgy a nagyobb bevásárlóközpontoknál is korlátozások kellenének. Ezt velünk szemben lévő multinacionális vállalatnak a boltjába az emberek korlátozás nélkül mehetnek be, ott nem számolják a létszámot, nincsenek szabályok. Én gondolom azt, hogy ahogy a Covid terjed folyamatosan, oda is fognak szabályok vonatkozni, és nem csak az olyan helyekre, mint például a vásárcsarnok. Stábunk ott járt, akkor a bejutás fokozatosan haladt a piac térre, viszont volt, aki elmondta, a reggeli nyitás után akkora tömeg állt az épület előtt, hogy kígyózott a sor a téren. A megkérdezettek egy része nem örült a változtatásnak, de akadt azonban, aki más véleményen volt. Hát most a helyzetből adódóan ezt kell csinálni, vagy ehhez kell alkalmazkodni. Az érkező vásárlókat egyébként a piacfelügyelők számolják, amennyiben a bent lévők száma eléri a maximumot. Új vásárló csak akkor léphet be, ha valaki más elhagyja a csarnok épületét. Éppen ezért főleg a hétvégenként hosszabb ideig tarthat a bejutás.